44. fejezet. Újra a normális kerékvágásban vagyunk. Hogy hívhatom ezt normálisnak? Bár a ma reggelhez képest normális. Ebédre sajtos szendvicset kaptam barna kenyérből, egy pohár tejet, zeller salátát és konzervkörtét. Menzakosztot. Mindent megettem. Lassan. Ínyenc módra ízlelgetve a falatokat. Mindjárt indulok vásárolni, ahogy szoktam. Még várom is. Van valami vigasztaló a rutinszerű elfoglaltságokban. Kimegyek a hátsó ajtón, végig a kerti úton. Nick autót mos, sapkája félrecsapva. Nem néz rám. Mostanság kerüljük az összenézéseket. Még itt, a szabadban is, ahol senki sem láthatja. Nehogy eláruljuk magunkat. A sarkon várakozom Glennére. Késik. Végre feltűnik. Piros-fehér ruhájában úgy néz ki, akár egy papírsárkány, és egyenletes tempóban, ahogy tanultuk, rója a járdát. Elsőre nem veszek észre semmit. Aztán, ahogy közelebb ér, feltűnik, hogy valahogy másként fest. Valami meghatározhatatlan különbséget észlelek rajta. Nem sérülést, nem sántít, hanem mintha összement volna. Amikor még közelebb ér, már látom, mi a baj. Ez nem az a Glenné. Magasságra ugyanakkora, de vékonyabb, és az arca bézs színű, nem piros posgás. Odalép hozzám, és megáll. Áldott legyen a méh gyümölcse. Köszön. Prűd plépofa. Az Úr nyissa meg, felelem. Igyekszem palástolni a meghökkenésemet. Te vagy hát Fredé, állapítja meg. Igen, válaszolom, aztán útnak indulunk. Nocsak. Cikáznak össze-vissza a gondolataim. Nem jó hír. Mi lett vele? Most hogy derítem ki anélkül, hogy túl aggódónak ne tűnjek? Nekünk nem szabad barátságokat kötnünk, hűségesen kitartanunk egymás mellett. Eszembe jut, milyen sok időbe telt, míg Glennével zöldágra vergődtünk. Szép időt küldött az Úr, jegyzem meg. Nagy örömömre szolgál. A nő hangja higgadt, tartózkodó, semmit mondó. Elhagyjuk az első ellenőrző pontot anélkül, hogy egyetlen szó is esne közöttünk. Szófukarlány, ám én is az vagyok. Rám vár talán, hogy kezdeményezzek, felfedjem magam. Vagy tényleg hívő, aki ilyenkor meditációba merül? Glennét ilyen hamar áthelyezték? Kérdezem végül, pedig tudom, hogy nem. Ma reggel találkoztunk, említette volna. Én vagyok Glenné, feleli a nő. Ezt megkaptam. Persze, hogy ő Glenné, az új. A régit pedig, akárhol van is, már nem Glennének hívják. Sosem tudtam meg az igazi nevét. Hát így lehet elkallódni a nevek tengerében. Nem lesz könnyű megtalálnom. Beugrunk a tej és mézbe, azután a húsból vagyunkban, ahol veszek egy csirkét, az új Glenné pedig másfél kiló vagdalt húst. Végigálljuk a szokásos sorokat. Az ismerős arcokkal egészen apró biccentésekkel üdvözöljük egymást, tudatva a másikkal, hogy még létezünk. A húsból vagyunk előtt, aztán odaszólok az új Glennének. El kell mennünk a falhoz. Nem is tudom, mit várok ettől. Talán, hogy lemérhetem, miként reagál rá. Tudnom kell, közénk tartozik-e vagy sem. Ha igen, ha sikerül tisztáznom ezt, talán azt is elárulja, mi lett a régi Glennével. Ahogy óhajtod, egyezik bele. Közöny ez, vagy óvatosság? A falon reggel óta lóg a három nő. Még mindig a saját ruhájukban, saját cipőjükben, fejükön fehér zsákkal. Kioldozott kezük mereven csüng az oldaluk mellett. A kék ruhás van középen, a két piros ruhás két felől. Csak valahogy a színük nem olyan élénk már,
mintha megkopott, megfakult volna, ahogy a halott pillangóké, vagy a fövenyen aszalódó trópusi halaké. Elvesztették a fényüket. Állunk előttük, és csendben nézzük őket. Szolgáljon számunkra figyelmeztetésül, jegyzi meg végül az új Glené. Nem felelek nyomban, mert azon töprengek, vajon hogy érti. Ha arra céloz, hogy emlékeztessen a rezsim igazságtalanságára és brutalitására, ez esetben igennel kell felelnem. Ám ha az ellenkezőjére gondol, vagyis hogy engedelmeskedjünk, különben bajba kerülünk, és elnyerjük jogos büntetésünket, akkor azt kell felelnem, dicsőség urunknak. A színtelen fakó hang nem nyújtott támpontot. Szerencsét próbálok. Igen, felelem. A nő nem szól rá semmit, bár a szemem sarkából rezdülni látom fehér főkötőjét, mintha egy villámgyors pillantást vetett volna rám. Kisvártatva elfordulunk a faltól, s megkezdjük hosszú sétánkat visszafelé. Lépteinket, ahogy illik, egymáshoz igazítva, látszólagos egyetértésben. Úgy vélem, várnom kellene még a további próbálkozással. Túl korai még erőltetni, puhatolózni. Legalább egy-két hétig, vagy még tovább, addig is figyelni óvatosan, fülelni a hang hordozására, az elejtett szavaira, ahogy a régi Glené fürkészett engem. Most, hogy neki nyoma veszett, újra éber vagyok, a tunyaságom elszállt. A testem nem csak az örömökre nyitott, hanem újra a veszedelmekre is. Nem lehetek hebehúrgya, nem vállalhatok szükségtelen kockázatokat. Mégis tudnom kell. Tűrtőztetem magam, amíg át nem érünk az utolsó ellenőrző ponton is, amikor már csak néhány ház tömnyire vagyunk, de aztán nem tudom visszafogni magam. Nem ismertem Glenét valami jól, kezdek bele. Úgy értem, az előzőt. Valóban? Kérdezi a nő. Felbátorít, hogy egyáltalán mondott valamit, még ha körültekintően is. Csak május óta ismerem, folytatom. Érzem, ahogy kimelegszem, a szívverésem felgyorsul. Ez beugratás, sőt hazugság. De hogy térjek rá a másik életbe vágó szóra? Azt hiszem, május eleje táján lehetett, aznap, amikor régen a May Day-t a május elsejei ünnepet tartották. Igazán? Feleli könnyed, semleges, fenyegető hangom. Ilyen ünnepre nem emlékszem. Meglep, hogy te igen. Törekedned kellene rá, habozik egy pillanatig. Hogy kivesd az elmédből az ilyen, ismét szünetet tart. Visszhangokat. Jeges rémület tölt el, szinte megdermeszt. Ez a nő figyelmeztet. Nem közülünk való, de mindent tud. Rettegve teszem meg a hátra levő métereket. Már megint ostoba voltam. Több, mint ostoba. Nem jutott eszembe korábban, de most már látom. Ha Glenét elkapták, lehet, hogy beszél. Rólam is többek között. Beszélni fog. Nem tud ellenállni. Pedig én nem csináltam semmit. Kesergek magamban. Valójában nem. Mindössze annyit, hogy tudtam dolgokról. Tudtam, és nem mondtam el. Tudják, hol van a kislányom. Mi lesz, ha odahozzák elém, és megfenyegetnek, hogy tesznek vele valamit? Vagy meg is teszik? Gondolni sem bírok rá, hogy bánthatják. Vagy Lukot, és ha Luk is a kezükben van, vagy anyám, vagy Moira, vagy valaki más. Édes Istenem, add, hogy ne engem szemeljenek ki. Nem bírnám ki, tudom. Moirának igaza volt. Bevallanék bármit, amit csak akarnak, feladnék bárkit. Az első sikolyra, vagy akár nyöszörgésre összeomlanék,
Beismernék bármilyen bűnt, és ott kötnék ki a falon egy kampón. Hajts fejet, szoktam mondogatni, és szorítsd össze a fogad. Hiába minden. Így győzködtem magam hazáig. A sarkon egymás felé fordulunk, ahogy szokás. Az ő tekintete előtt köszön el az új hamis Glené. Az ő tekintete előtt igyekszem lelkesnek tűnni, ha ugyan még segít rajtam az efféle színészkedés a történtek után. Ekkor Glené különös dolgot tesz. Olyan közel hajol hozzám, hogy az ellenzőink szinte összeérnek. Közelről láthatom világos bézs színű szemét, a finom ráncokat az arcán, és egy szélsodort a falevél reszketek sustorgásával a következőket hadarja. Felakasztotta magát a feloldozás után, amikor látta, hogy jön érte a fekete furgon. Jobb volt így. S már indul is, tovább sétál az utcán.